Elért a célját a foglalkozás? Mindenképp. Úgy gondolom, hogy két jó mérkőzést játszottunk jó csapattal, és itt is megragadom az alkalmat, hogy a Debrecennek sok sikert kívánjunk, de természetesen itt azért nekünk, hogy mondjam, nehezebb volt, mivel az egész hetünk úgy nézett ki, hogy terhelve voltak, még a játékosok is nem voltak frissítve, de elégedett vagyok mindenkinek a hozzáállásával, úgy gondolom, hogy ez a 90 perc szükséges volt, és egy egész erős terhelést kaptak ezen a héten. Célos arra a meccserőt, hogy lehet, hogy lesz a két csapat edzettségi szintje, pontosabban a frissessége között különbség, hiszen a Debrecen már a jövő héten bajnokit játszik. Érezhető volt ez a látottakon? Hát most ez jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy az első félidőben nekünk is volt lehetőségünk, kapufáink voltak, helyzeteink voltak, természetesen a Debrecennek is, úgyhogy azzal nincsen gond, de én úgy gondolom, hogy nem látszott a különbség, sőt én persze minden edző csapatát egy kicsit jobbnak látja, de most az, hogy a Debrecen milyen munkát végzett a héten, azt nem tudom megítélni. Én úgy gondolom, hogy mi nagyobb terhelést adtunk a játékosoknak, mivel még csak két hét múlva kezdődik számunkra a bajnokság, és úgy gondolom, hogy a Debrecen azért most már jobban figyelt arra, hogy ne terhelje túl a játékosokat, mivel jövő héten bajnokit játszik. A második mérkőzés az ugyanúgy egy jó irányú mérkőzés volt, ott a Debrecennek is, vagy ott a Debrecennek volt talán több lehetősége, de úgy gondolom, hogy az is egy ilyen X-es jó meccs mérkőzés volt. Ott a végén adtunk egy-két fiatal tehetségnek is lehetőséget, és azok, akik lehetőséget kaptak, én úgy gondolom, hogy éltek vele, és tényleg megpróbáltak a lehető legjobb formában játszani. Olyannyira, hogy egyikük gólt is szerzett, ez mennyire öröm, hogy egy fiatal, feltörekvő játékos ilyen módon is leteszi a névjegyét. Hát, hogyha abból indulok ki, hogy egy Kimichet már edzettem éveken át a Lipcsébe, és az a Kimich az nem gyenge karriert futott be, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy a mi Kimichünk itt Kisvárdán is ugyanilyen tehetséges, úgyhogy a hozzáállása, a teljesítménye mindenképpen, hogy mondjam, biztató lehet a jövőre nézve. Benne nagyon nagy potenciál van a sebessége és a hozzáállása miatt, úgyhogy azt kaptam, amit vártam, és bízok benne, hogy egy hasonló karriert tud majd csinálni, mint a német Kimich. Hogy alakul a jövő heti program? A jövő hét az, hogy mondjam, egy kicsit a frissítés egyébe fog zajlani, nem lesz olyan terhelés, nem lesz olyan intenzitás az edzéseknek, de természetesen attól függetlenül azért megkapják azt a minőségi és mennyiségi munkát, ami szükséges ahhoz, hogy jó állapotban maradjunk, de most már azért nem olyan fizikai terhelést kapnak, mint hogyha mondjuk még 2-3 hét lenne az első bajnoki mérkőzésünk. Egy héttel a folytatás előtt hogy szolgált ez a két mérkőzés a csapat felkészülését? Hát abszolút elérte a célját, úgy gondolom, két jól felkészített csapat játszott. Értelemszerűen még a hazai csapatnak azért van egy hete a kezdésre. Én úgy láttam, hogy a játékosok mindent megtettek a pályán. Azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk és kértünk a mai mérkőzésre kiemelten is, azokat a játékosok megcsinálták. Értelemszerűen azért voltak hibák, de figyelünk arra, hogy ezeket kijavítsuk a jövőben is, és mindenféleképpen úgy látom, hogy jó úton járunk. Úgy tűnik, hogy az első meccsen látott csapat lehet hasonlított ahhoz, aki a Fradi ellen pályára lépett. Ez így lesz majd véletlenül? Hát az alap elképzelés az megvan, természetesen minden játékosnak megvan az esélye arra, hogy csapatba kerüljön. Nekünk meg kell találni a szakmai stábnak, meg kell találni azt a 14-et, aki akár sikeresen veheti fel a harcot a Ferencváros ellen. Hogy alakul az utolsó hét, vagy a következő hét programja? Ugyanúgy, mint az eddigi. Tehát ez a hét már igazából arról szólt, hogy abban a ritmusba beálljunk, ami a bajnoki ritmus, és ezt a hetet mi próbáljuk hasznosan kielemezni és felhasználni a cél érdekében. We'll be right back.